Hány módon vagyunk. And I thought that it would be good for us to take a break from the book of Acts this week and just talk about the current world situation and how we as Christians are to live in light of what's going on. És úgy gondoltam éppen ezért, hogy a Cselekedetek könyvétől kicsit szabadságra megyünk, és úgy átnézzük az igéből, hogy mi, mint keresztények, hogyan viszonyulunk ehhez a jelen időszakhoz. And I guess what I really want to say is, how do we overcome the fear that so many people are living in? Hogy hogyan vagyunk képesek legyőzni azt a félelmet, amelyben egyes emberek élnek. I mean, I'm sure you have, like I have been, just seeing everything about the coronavirus. That's all people are talking about. És biztos vagyok benne ugyanúgy, ahogy tehát ti is, meg én is, igazából, hogy minden most a koronavírusról szól, jön, megy. And yesterday on one of Hungary's largest, most well-known news portals. És tegnap a Magyarországnak az egyik legnézettebb és ismertebb portálja, hírportálja. I saw a headline that said over 50% of Hungarians live in fear that they're going to catch the coronavirus. 55%. Azt írták, hogy több mint 50% a magyaroknak abban a félelemben él, hogy elkapják a vírust. Everyone is living in fear. Mindenki félelemben él. You see it in the stores, you feel it on the streets. A boltokban ezt érzékeled, meg az utcán is. Because the reality is, this is an unprecedented time. We've never, in our lifetime, we've never known anything like this. Mert igazából ez egy példa nélküli, soha nem fordult a helyzet, soha nem fordult még ilyen elő. And because people have never experienced this, they're allowing fear to drive them. És mivel soha nem tapasztalt helyzetről van szó, szóval az emberek megengedik, hogy a félelmük irányítsa őket. And unfortunately, we're beginning to see an ugly side of humanity. És hát sajnos éppen ezért elkezdtünk látni egy csúnya oldalát az emberiségnek. Hogy például hatalmasan megnövelik az árakat bizonyos termékeknek. Biztos láttátok a Facebookon azokat a fényképeket, amelyek egy budapesti piacon készültek. Ahol majdnem dupláron árulták a csirke mellett. Tehát kijön az embereknek a kapzsisága. Ahogy az emberek felvásárolnak mindenfélét. Tegnap a boltban voltam, hogy némi ilyen higién és tisztítószereket vásároljak. They only allowed 15 people in the store at a time, which is a good thing. 15 embernél többet nem engedtek be, ami egy jó ötlet, egyszerre. But at the toilet paper section, they had a sign. Only buy what a normal household needs. De a WC-papír résznél ki volt írva egy táblácskára, hogy csak egy normál háztartásnak megfelelő mennyiséget vásároljon egyszerre. People are buying up toilet. Az emberek ugye felvásárolják a WC-papírt. Lassan majd fizetőeszközé válik a WC-papír. Mert egyszerűen ugye ez a félelem arra indítja az embereket, hogy mindenfajta fura dolgokat művelnek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem félek. I would lie if I told you I'm not a little anxious or worried about this whole situation. Illetve akkor is, hogy azt mondanám, hogy nem aggódom, meg nem gondolkodom erről az egész helyzetről. Because everyone, a lot of us are worried, we're fearful, we've got some anxiety. I want to talk about how we can overcome those things this morning. Mert mindannyiunkban azért ott remeg egy kis félelem, gondolkodás, aggodalom, úgyhogy beszélni fogunk ezekről. You know, one of the things that's been on my mind the past couple of days is what David said in Psalm 23. So if you would turn there. A 23. Zsoltár járt a fejemben, amit ott Dávid leírt, úgyhogy ha oda tudnánk lapozni. Az utóbbi napokban ezen gondolkodtam. David said in verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want, I shall not lack.
Az első versben így írja Dávid, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. You know, I think this is true more than ever. Úgy gondolom, hogy talán ez most igazán igaz, jobban, mint máskor. You gotta understand, even in this worldwide pandemic, God is still your shepherd, and he is going to take care of you. Meg kell éjesd azt, hogy még ebben a világméretű járványos helyzetben is, Isten a te az Úr a te pásztorod, és ő gondoskodik te rólad. The Lord is our shepherd. We trust him, he takes care of us. Tehát az Úr a mi pásztorunk, mi bízunk benne, ő gondot visel mi rólunk. It says in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. A negyedik versben így írja, hogy a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. For many people in the world, this is a time where we're walking through the valley of the shadow of death. Mert nagyon sok ember számára ez az az időszak, ahol a halál árnyék a völgyén megy át. The reality is the mortality rate of this virus is 2-3%. 2-3%-os a halálozási aránya ennek a vírusnak. But it's still scary. De azért ez így is ijesztő. You know, I was looking at the statistics. Belenéztem a statisztikákba. For people my age, in our 40s. Ugye én a 40-es éveimben járok, szóval az én korombeliek kapcsán. If I were to get it, what is the mortality rate? Hogyha én elkapnám, akkor mi lenne annak a halálozási aránya? It's 0.4%. A 0.4%. It's not that high. Odds are, I'd probably be fine. Tehát jók az esélyek, úgyhogy tehát nem, ez minimális. But the older you get, the higher the mortality rate is. And so this is a scary time in human history. De minél idősebb vagy, annál jobban nő az esélye annak, hogy belehalsz, úgyhogy ez egy ijesztő dolog. And we are walking through a valley. És keresztül megyünk egy völgyön. We are going through a valley of the shadow of death as a species. A halál árnyéka völgyén megyünk át, mint egy faj. And you need to understand that all valleys will come to an end. De meg kell értsük, hogy minden völgynek egyszer csak vége van. This valley, this virus, it will come to an end eventually. It will not last forever. Nem tart örökké ez a vírus, tehát egyszer csak vége lesz. And I know we are going to get through this together. És azt is tudom, hogy együtt közösen fogunk rajta keresztül verekedni. Now if you've ever, you know, just had a brief review of history, you know there are things like the Spanish flu, the bubonic plague, Ebola. Mert hogyha végignézed az emberi történelmet, akkor azért ott volt egy spanyol nát, ott volt a bubópest, és ott volt az Ebola. All of those things passed. És mindegyik el is múlt. In all epidemics throughout history, they work on a bell curve. Bell curve. Aha. Tehát, hogyha megnézzük a történelem során ezeket a nagyobb járványokat, akkor igazság szerint egy ilyen hullámban működtek. They start slow, they blow up, and then it reaches a peak, and it dies off. Mert hogy lassan indul, aztán elér egy csúcspontot, ott kipukkad, és akkor szépen lecsendesedik. And in the past weeks, what we've been hearing from the government, from health officials, is to take common sense steps to try and keep that peak as low as possible. És annak érdekében halljuk az utóbbi időben ugye a hivatalos embereket, az egészségügyi szakembereket, józanésznek megfelelő cselekedetekre való bátorítani bennünket, hogy minél alacsonyabban legyen majd ez a csúcspont. Because we want to prevent the spread of this very dangerous and lethal virus. Mert nagyon szeretnénk, hogyha ez a nagyon veszélyes és halálos vírus, ez ugye minél lassabban terjedjen. You know, they have encouraged us to do common sense things like stay at home. És olyan észszerű dolgokra kérnek bennünket, hogy maradjunk otthon. And so I'm glad if you are at home and you're watching. Úgyhogy örülök annak, és szervusztok, hi, hogyha otthon vagytok és nézitek. You know, it's taking a common sense step to stop the spread of the virus through contact with other people. Ez a józanésznek megfelelő cselekedet, hogyha azzal állítod meg a vírust, hogy nem lépsz kapcsolatba más emberekkel. You know, the government
locally and nationally has encouraged people as much as possible to work from home office. És ugyanígy mind a helyhatóság szintjén, mind az országos szinten arra bátorítanak bennünket kormánytagok, hogy maradjunk otthon, home office formában dolgozunk. All the children, there's over a million children in Hungarian schools who are now learning at home. És milliónyi gyermek van Magyarországon, akik iskolába járnak, de akik éppen most otthon tanulják a leckét. And it's a preventative measure to try and stop the spread or to keep this spread as low as possible. És ez is egy ilyen megelőző dolog annak érdekében, hogy amennyire lehet leszorítsuk a vírus terjedésének lehetőségét. And what's really sad is it takes a pandemic like this for people to really wash their hands. És elég szomorú az, hogy egy járványra van szüksége ahhoz, hogy az emberek felérjék ésszel, hogy megmossák a kezüket. I mean, what were we doing before this, folks? Akkor jó kérdés, előtte mi a túrót műveltünk? You know, they tell us to avoid places where there's a lot of people. Aztán elmondják, hogy kerüljük azokat a helyeket, ahol sokan gyűlnek össze. And these are very good suggestions, and I do encourage you to follow them. És ezek igazán jó ajánlások, úgyhogy én is bátorítalak benneteket, hogy kövessétek azokat. Don't have that attitude of, oh, this isn't gonna affect me, I can do whatever I want. No, that's stupid. Ne legyen egy olyan ostoba hozzáállásotok, hogy engem nem fog elkapni, ez én kibírok mindent. You know, we should listen to the advice that the government and the experts tell us. Szükséges, hogy hallgassuk a kormányzat, illetve a tudósok véleményét. And to be honest with you, I think we're only at the beginning of this thing. És úgy gondolom, őszintén szólva, hogy az elején tartunk neki. You know, I think we're not talking about weeks, I think we're talking about months. Mert úgy gondolom, hogy nem hetekről, hanem hónapokról beszélhetünk. Now, I'm not an expert, that's my opinion, it's not a fact, okay? És ezt nem tényként közlöm veletek, nem tudós ember vagyok, ez a véleményem. But this pandemic has really changed life. Tehát ez a járvány megváltoztatta az életeket. And this is changing the way teachers teach, the way kids go to school. This is having a drastic effect on the economy. Megváltoztatta, hogy hogyan járnak a gyerekek iskolába, hogyan tanítanak a tanárok, és drasztikus befolyással van a gazdaság működésére. This is damaging tons of families. És több ezer családnak ez egy romboló hatású valami. It's estimated, at least in America, that the unemployment rate could get up into double digits, and it's very possible here too. Könnyen lehet, hogy a munkanélküliségi ráta megduplázódik ennek hatására. You know, and that's why we need to continue to pray for our leaders that they make wise and good decisions to help people in this time. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozunk a vezetőinkért, hogy bölcs döntéseket hozhassanak, hogy segítségül legyen az embereknek. But when you see all these things happening, it's natural to be afraid. Tehát látván mindezeket a dolgokat, természetes reakció a félelem. But for us as Christians, we need not let fear rule. De számunkra keresztényként nem szabad, hogy engedjük, hogy uralkodjon a félelem. We need to replace our fear with faith. Szükséges a félelmünket hittel felcserélni. This is what Paul says in 2 Corinthians chapter 1. 2 Korintus első fejezetében Pál a következőképpen írja. Paul says, our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you also share in our comfort. Which verse? Is that what I wanted? Chapter 1. I wrote down the wrong verse. Keresek a verset. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you also share in our comfort. 4-es vers? No, 7-es. 7-es, bocs, ezt nem hallottam. A mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. I want you to see what Paul says. He says, our hope is unshaken because we know. Azt írja ugye, hogy a 7-es versben Pál azt mondja, és ezt akarom, hogy lássátok, hogy a mi reménységünk bizonyos, nem mozdul, mert tudjuk. Our hope as Christians is based upon facts, not fears, facts, not feelings. Mert a mi reménységünk tényeken alapszik keresztényként, és nem érzéseken,
nem ilyen benső indulatokon. And what is going to get us through this hard time is what we know. Úgyhogy ami keresztül visz bennünket ezen a nehéz időszakon, az amit tudunk. What gives us hope in crisis aren't our circumstances, because if we look at the circumstances, we are not going to have any hope. Mert a krízis idején, ami keresztül fog bennünket vinni, azok nem a körülmények, mert hogyha a körülményekre tekintünk, az nem lesz reménységünk. What gives us hope is what we know. Hanem az ad nekünk reménységet, amit már tudunk. So let me remind you of some of the things that we know from the Bible to help us overcome fear. Úgyhogy hadd emlékeztesselek benneteket néhány olyan dologra, amit már tudunk a Bibliában, hogy a félelmünkön így keresztül lépünk. Proverbs 14 says this, Proverbs 14:15. Példabeszédek 14:15 a következőképpen the szól. The simple believes everything, but the prudent gives thoughts to his steps. A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésére. In one translation it says the stupid person. In other translations in English it says a foolish person. Más ugye angol fordításokban azt mondja, az ostoba. Nem, a magyarban az, a magyar, az új bolond, fordításban, igen, vagy az egyszerű fordításban. Egyszerű fordításban azt mondja, hogy az ostoba mindent elhisz. Here's the first thing. Don't believe everything you hear. Tehát az első bölcsesség, hogy ne higgyél mindent, amit hallasz. Don't believe everything you hear from somebody, because that, if you believe everything, man, you're going to be in fear. Mert hogyha mindent elhiszel, akkor biztos félni fogsz. Not everybody who speaks about this is an expert. Mert nem mindenki, aki erről beszél, tudós. Not everyone on social media, not everyone on TV, not on everybody on the radio knows what they're talking about. Nem mindenki, sem a szociális médiában, sem a tévén, sem a rádió nem tudja pontosan, miről is beszél. We should not listen to anybody about this. Nem szabad akárkire hallgatnunk ebben a témában. We need to be getting our information about this pandemic from experts and the official government sources. Szükséges, hogy a tudósokra, meg az erre felhatalmazott hivatalos személyekre támaszkodjunk az ő véleményükre. I read a very good article yesterday. It was an interview with a virologist here from Szeged. Egy szegedi virológussal készült interjút olvastam tegnap. And his name is familiar because a couple weeks ago the physical therapist that we take Zara to told us to watch a video because Zara was a little afraid about this whole coronavirus thing. És azért volt ismerős a neve is ráadásul, mert a fizikoterapeuta, akihez Zarát hordjuk, ő mondta, ezt ajánlottam a Zara fejet, hogy az ő videóját én most megnézem. This guy is like a very well respected professor in his field of studying viruses. És egyébként a virológiának egy akkora szakember, akit világszinten is tisztelnek. And maybe I'll share it on our Facebook group if you want to read it. It's in Hungarian, obviously. Magyarul van, úgyhogy lehet, hogy megosztom a Facebook csoportban. Ja. And what he said is that the COVID-19, ugye ez a bizonyos COVID-19, it's about as infectious as the seasonal flu. Ez körülbelül annyira fertőző, mint az éppen aktuális influenza. But the reason we're afraid of it is because it's new. És igazából azért félünk tőle, mert új. You know, the 19, it's the way I understand it, and I could be totally wrong, it's 19 is the year that this thing was discovered. Yeah? Ugye a 19 azért van ott a COVID végén, mert 19-ben fedezték fel. You know, the official name is SARS-CoV-2. Yeah. SARS-CoV-2 a hivatalos neve. I don't understand viruses, not a scientist, but this is the coronavirus, it's a family of viruses. Mert ugye a koronavírus is maga egy vírus család. And this man said it's about as infectious as the seasonal flu. Úgyhogy igazából pont annyira fertőző, mint az éppen aktuális szezonális influenza. But it's less infectious than things like measles or stuff like that. De bőven van olyasmi is, ami kevésbé fertőzőbb. And it's people like that we need to get our information from. Not from every Facebook post, because let me tell you, a lot of Facebook posts, they're not true.
Úgyhogy nagyon meg kell válogassuk, hogy kit tartunk valódi információforrásnak, mert hát a Facebook bejegyzések közül azért nem mindegyik igaz. And you need to be careful when somebody says, I have a source who told me. És azzal is legyünk óvatosok, hogyha valaki hivatkozik egy bizonyos forrásra, ami mondott neki valamit. In the past few days I've had people tell me, they have a source. Ugye az előző napokban is mondtak nekem az emberek ilyeneket, hogy na, ők nekik van különleges forrásuk. You know, I know somebody who knows somebody who's in the parliament and they said this is gonna happen. Mert én ismerek valakit, aki ismer valakit, aki megint ismer valakit, akinek a rokona a parlamentben van, és ők azt mondták, hogy... And it never happened. És ez igazából sosincs így. Need to realize, not everybody's telling the truth. Meg kell azt értsük, hogy nem mindenki mond igazat. And not everybody knows what they're talking about. És nem mindenki van tisztában azzal, hogy miről is beszélünk. And unfortunately, as we move forward in this crisis, there are people who are going to try and twist it to their own advantage, be it political or financial. Úgyhogy, ahogy tovább lépegetünk ebben az egész folyamatban, biztos lesz, aki visszaélni kíván ezzel a helyzet, akár politikai, akár anyagi okokból. You know, but don't let fake news influence you. De ne engedd, hogy a fake newsok befolyásoljanak téged, az álhírek. Fake news is a really huge issue today. Mert manapság, hogy az álhír, vagy már magyarul is fake news, az bizony igen nagy you ügy. Know, fake news causes people to fear. Mert igen komoly félelmeket okoznak. Fake news is based upon rumor and speculation and opinion. Mert ilyen pletykákon, spekulációkon, meg véleményeken alapszik. And we as Christians, we need to remember what is true. That's God's word. Keresztényekként meg kell emlékezzünk arra, hogy mi is igaz, mi is az igaz, see, és az Isten igéje. We need to have a different perspective in this time of crisis. És kell, hogy legyen egy másfajta szemszögünk a ebben a krízus kritikus időben. If you turn to Luke 21, Lukács 21-re hozhatjuk. Verse 25. I'm going to steal this from Tika. Lukács 21. Tikától fogom lopni. Tikától lopjuk. It was on his Facebook wall yesterday. Now you can steal scripture from Facebook. That's okay. You can believe that. Azért, mert Tika ezt kiposztolta tegnap a Facebookjára, és azt lehet lopni, tehát igeverseket lehet lopni. Which verse? 25. Starting verse 25. 25-ös verstől, tehát Lukács 25. Jesus is talking about the time before he comes back. Jézus a visszajövetele előtti időkről beszél itt. And he says, there will be signs in the sun and the moon and the stars and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves, people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near. 28. versig, tehát Lukács 21-25-28. És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó oszlopai megrendülnek. És amikor meglátjátok az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. What does Jesus say to do? Mit mond Jézus, mit tegyünk? When things are falling apart, when people are living in fear. Amikor széthullnak a dolgok, amikor az emberek félelemben élnek. Look up. Tekintsetek fel. David says in the Psalms, I lift my eyes up to the heavens. Where did my help come from? From the Lord. Mert azt mondja a Zsoltár, Dávid a Zsoltárban, hogy honnan jön az én segítségem? Föltekintek az egekre, mert onnan jön az én, és az Úrtól jön a segítségem. Ha a világot nézzük, akkor depressziósakká és félelemteljesekké válunk. De hogyha az Úrra tekintünk fel, akkor reménységünk van, hogy keresztül visz bennünket ezen. Tehát az első dolog, amit kérlek, hogy jegyezz meg, nem, ne higgyél mindent, amit hallasz. Mert hogyha mégis ezt teszed, akkor a Biblia téged ostobának hív. És mi szeretnénk, hogyha te bölcs lennél. Hallgass tényekre.
They don't necessarily know everything. Ne csak úgy Facebook posztokra hallgass, mert nem feltétlenül tudnak mindent. The second thing I want to remind you to calm your fears is that this pandemic doesn't put us all at equal risk. A második dolog, ami a járványra kapcsolatos félelmünket csökkentheti, hogy ez a bizonyos járvány nem mindenkit részesít ugyanabban a... Tehát nem mindenkinek ugyanakkor a kockázata. Mert hogy a koronavírussal összefüggésben a tények elég egyértelműek. The most vulnerable people are those over 60 and those with pre-existing medical conditions. Mert azok a legveszélyeztetettebbek, akik 60 év fölöttiek, illetve akiknek egyébként van egy krónikus betegségük. People with diabetes, upper respiratory problems, cancer, people with cancer or recovering from cancer. Akik cukorbetegek, akik rákos betegek, vagy éppen abból épülnek fel, stb. Those people are the most vulnerable in our society. A társadalmunkban ők a legveszélyeztetettebbek. And what you gotta understand, order for people to stay at home isn't to protect you, it's to protect them. Úgyhogy ezt meg kell értsük, hogy az a parancs, hogy maradjunk otthon, ez nem a mi védelmünket, hanem az ő védelmüket szolgálja. The government closed schools not necessarily to protect children, but to protect grandparents. Úgyhogy nem is azért csukta be feltétlenül a kormány az iskolákat, hogy a gyerekeket védje, hanem a nagyszülőket védje. Yes. Children can and children do get this virus. Mert a gyerekek is elkaphatják, meg is kapják ezt a vírust. Yesterday a 13-year-old child here in Hungary contracted the virus. Úgy gondolom, hogy éppen 13 éves gyerek ő az, aki contracted. Fertőződött meg a víruson. You know, but the odds are the child is going to be fine. De az esélyek alapján a gyerek az jó lesz. Az... But the reason we are encouraged to practice social distancing is to protect other people. Tehát, de éppen ezért az indok arra, hogy kerüljük a társadalmi kapcsolódásainkat, hogy másokat védjünk. Nem? No, Jack, we have problems. Ja, ilyen jacktelenségi problémáink vannak. Is that better? Okay. Most jobb. I hope so. So, anyways, what was I saying? Yes. We're called to practice social distancing to protect other people. Azért vagyunk elhívva arra, hogy ne kapcsoljunk egymáshoz a társadalmi szinten, hogy megvédjünk másokat. You know, and in a really, really weird way, the way we practice love for other people right now is by staying away from them. És nagyon fura módon éppen azzal gyakoroljuk a mások iránti szeretetet jelenleg, hogy távol tartjuk magunkat tőlük. The way you can show love for people is by avoiding them. Azon a módon mutatod meg a szeretetedet, hogy elkerüld az embert. Now, I'll be honest, that's something I never thought I would say at church. Őszintén szóval ez olyasmi, amit soha nem hittem volna, hogy nekem minden gyülekezetben ilyet kell mondanom. And the reason why you're showing love to them is because you are making sure you're not passing on the virus. És azért teszed ezt, hogy bizonyos lehessél abban, hogy nem passzolod át nekik a vírus. Because I, you know, I've seen statistics like 80% of the people have very mild to no symptoms at all. Mert 80%-a fertőzötteknek vagy nincs is, vagy nagyon minimális tünetekkel végig csinálják. And so we need to be cautious with our social responsibility. Tehát ezzel a kapcsolatos társadalmi felelősségünk kapcsán kell, hogy úgy óvatosak, odafigyelőek legyünk. But we don't need to live in fear that we're all going to die, because it's not going to happen. De nem kell abban a félelemben élnünk, hogy jaj, mind meghalunk, mert ez nem igaz. Okay. The third thing I want you to remember. A harmadik dolog, amit szeretném, hogyha megemlékezzetek. That this too will pass. Hogy ennek vége lesz. You know, so many times in the Bible it says, and it came to pass, and it came to pass, and it came to pass. Mert nagyon sokszor a Bibliában is azt olvasok, hogy és azt követően, aztán azt követően, meg azt követően. This too will come to pass. És ennek is lesz olyan, hogy azt követően. Yesterday was such a beautiful day. Mert tegnap olyan gyönyörű napunk volt. You know, we had breakfast outside on our patio. Mi például a hátsó
teraszunkon, igen, teraszunkon reggeliztünk. I mean, the weather was absolutely beautiful. És gyönyörű volt az időjárás. And what, early afternoon, 2 o'clock, the storm came. Aztán 2 óra felé jött a vihar. And there was rain, and it got chilly. Kicsit lehűlt a levegő, esett. But it passed. De az is elmúlt. The storms of life are going to pass. Úgyhogy az élet viharai is el fognak múlni. This virus, even though it's a new virus, it's a novel virus, it will pass. És ez a vírus is, bár egy teljesen új és eddig ismeretlen vírusról van szó, el fog múlni. This virus will become common and we will learn how to live with it and they will probably develop a cure for it. Mert nyilván el fog terjedni, tehát ismerté válik, remélhetőleg lesz majd egy kezelés, és megtanulunk együtt élni vele. And then it'll be like nothing. This hysteria will be gone. Aztán pedig elmúlik a vele kapcsolatos. Actually, yesterday at the university in Page, they mapped out the full genetic code of this virus. So that's one step closer to a cure. Mert tegnap például még egy lépéssel közelebb kerültek a lehetséges kezeléshez azzal, hogy Pécset fel térképezték a genetikai kódját a vírusnak. And this is going to pass. Úgyhogy el fog múlni. But we are going to go through this together as a church family. Úgyhogy mint gyülekezet, család fogunk rajta végigbottyogni. We're going to get through this. This is going to be this is going to pass. This is only temporary. Át fogunk rajta menni, el fog múlni, átmeneti dologról van szó. You need to trust God. Bízunk kell Istenben. And do what doctors tell us to do. És úgy kell cselekedjünk, hogy az orvosok mondják nekünk, hogy tegyük. Do the common sense things. Wash your hands. Józanésznek megfelelően mossák kezed. Right now, stay away from people. Maradj távol az emberektől. But realize this is going to pass. As I said earlier, every virus goes like this. De ismert föl azt, hogy el fog ez is múlni, mert ahogy mondtuk korábban, vagy mondtam korábban, minden vírusnak van egy lecsengése. You know, Peter, in 1 Peter chapter 4, he says, "Dear friends, do not be surprised or shocked when you go through painful trials and fiery tests in life." 1 Péter 3-ban írja azt, 4-be. 1 Péter még inkább, 4-ben írja azt Péter, hogy ne lepődjetek meg a közöttetek kirobbant tűzön. Don't be surprised when you go through trials. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha megpróbáltatásokon mentek keresztül. You know, everybody's surprised, like, oh my gosh, this new virus, we're all gonna die. Ha mindenki így megvan döbbenve, hogy hú, itt az új vírus, mind meghalunk. And Peter says, don't be surprised, don't be shocked. De Péter meg azt mondja, hogy ne lepődjenek, lepődjetek, ne sokkolódjatok le. You know why? Because this is not heaven. Tudjátok miért? Azért, mert ez még itt nem a mennyország. This world is not perfect. És nem tökéletes ez a világ. Since sin and evil entered the world, nothing works right. Mert mióta a bűn és a gonoszság belépett ebbe a világba, azóta semmi nem működik jól. Do you understand that everything in this world is broken? Megérted azt, hogy igazából minden törött ezen a világon? The weather, the economy, your plans. Az időjárás, a gazdaság működése, a terveid. Your body. A te tested. Sin has infected and affected everything. A bűn mindenre hatással volt, és mindenre rossz nyomot hagyott. Because we rebelled against God. Mert mi fellázadtunk we Isten ellen. We didn't obey God, and therefore all of the sin, all of the sickness, all of the suffering has come into the world. És mivel mi fellázadtunk Isten ellen, minden a bűn, meg a betegség, meg az összes szenvedés beáradt az emberiség életébe. So we should not be surprised that there are new sicknesses and new diseases happening all the time. Ugye nem kell meglepődjünk azon, hogy mindig újabb és újabb betegség meg járvány üti föl a fejét. Because this is all the effect of original sin. Mert ez az eredendő bűnnek a hatása. This world is broken and that's why Paul tells us in Romans chapter 8 that all creation groans for redemption. Ezért írja azt, tehát az egész világ így törött és hibás, mert ezért írja Róma 8-ban Pál, hogy az egész világ nyög a megváltásért. And you might ask, well, why does God allow sin? Why does God allow evil? Why is God allowing this? És akkor megkérdezheted, hogy de akkor miért engedi az Isten a gonoszságot, a betegséget, ezt az egészet? Because God allows free choice. Mert az Isten megengedi a szabad választást. God could eliminate all the sin on the earth.
And all the evil on the earth, very simply. Mert Isten igazából nagyon könnyen az egész gonoszságot, meg a mindenfajta bűnt eltakaríthatna nagyon egyszerűen a világból. But that would entail getting rid of all of us. De lényegében az azt jelenti, hogy megszabadulna az egész emberiségtől. God has allowed people free choice. Úgyhogy Isten megengedi az embereknek ezt a szabad akaratot. God gave Adam and Eve free choice. Mint ahogy Ádámnak és Évának is megengedte. They chose to rebel against God, and here we are. És ők azt választották, hogy fellázadnak Isten ellen, és akkor most itt vagyunk. If you wake up in the morning with some pain, if you go through the day and you suffer, you get a headache or whatever, that's a result of sin. Hogyha úgy kezd föl reggel, érzel valami fájdalmat, hogyha aztán napközben fáj a fejed, meg szenvedsz, akkor ez igazából a bűn miatt van. You know, you gotta understand, the environment isn't causing the evil. Plants are not causing evil. Animals are not causing evil. We are. Mert nem a környezetünk, nem az állatvilág, nem a körülmények, vagy ezek a, tehát a teremtett világ okozza a gonoszságot, hanem mi magunk. We are the selfish, self-centered problem causers in society. Mert mi vagyunk az önző, ilyen énközpontú probléma csomaga ennek a világnak. We are the ones that cause problems in society, in the environment, in the economy, everywhere. Mi hozunk rosszat a társadalomnak, a környezetnek, meg a gazdaságnak is mindenhol. That's why Jesus told us to pray in the Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ezért mondja azt nekünk Jézus a mi atyánk imádságban, hogy te akaratod legyen meg, amint a mennyben, úgy a földön. The reason is because we're not in heaven yet. És ennek az az oka, hogy még nem vagyunk a mennyben. In heaven everything will be perfect. Mert a mennyben minden tökéletes. No sorrow, no sickness, no sadness, no stress. Nincs szenvedés, nincs betegség, nincs szomorúság, nincs But stressz. But these things are all found on earth because we are not in heaven yet. Ugyanakkor azért találhatóak ezek a dolgok meg itt a földön, mert még nem a mennyben vagyunk. We shouldn't expect heaven on earth. Úgyhogy nem is szabad elvárjuk, hogy itt a földön a menny legyen. We will get to the kingdom, and we've talked about that. We talked about it last week. We will get there, but we're not there yet. Mert beszéltünk róla, hogy el fogunk jutni a királyságba, de még nem vagyunk ott. Paul says this in 2 Corinthians chapter 4. 2 Korintus 4. fejezetében így írja Pál. I'm giving you a little finger exercise today. Egy ilyen kis fear exercise. Finger you know, making you flip all over the place. De mert hogy körbe mászkálunk itt a Bibliában ma reggel. Paul says in 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for this light momentary affliction is preparing us for the eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen, for the things that are seen are transient but the things that are unseen are eternal. 2 Korintus 4.17 alapján, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladul, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Paul says, this is temporary, this life is temporary, this situation is temporary, everybody. Mert Pál azt mondja, hogy ez itt átmeneti, az egész életünk, világunk átmeneti. And this takes us to our fourth point. As Christians, we need to focus on not the temporary, but the eternal. Úgyhogy ez a negyedik pontunk, ahova elérünk, hogy nekünk keresztényként nem az időlegesre, hanem az örökre kell koncentráljunk. You know, and in the days and weeks ahead, the months ahead, life is going to change. That's without question. Mert kérdés nélkül, vagy kérdés nélkül. Kérdés, mondjuk ezt magyarul. Okay. Kérdés nélkül a következő hetekben, hónapokban tényleg komolyan megváltozik az élet. Life will change. Megváltozik az élet. But we need to focus not on the changes and how, excuse me, they're messing up our lives. We need to focus on the eternal. De nem ezekre a változásokra kell koncentrálnunk, vagy arra, hogy mennyire kutyulódik össze az életünk, hanem az örök dolgokra. The unchangeable truths in God's word. Isten igéjében a megváltoztathatatlan tényekre. What are some of those unchangeable truths that we can hold on to? És melyek ezek a megváltoztathatatlan igazságok, amelyekbe belekapaszkodhatunk? Number one, that God sees what we're going through.
Az első az az, hogy Isten látja, hogy mi megyünk keresztül. Number two, God cares about what you're going through. A második, Isten törődik azzal, hogy mi megyünk Number keresztül. Number three, God has the power to change things. És Istennek megvan-e a hatalma arra, hogy megváltoztasson dolgokat. We saw that last week when God used Peter to heal Dorcas. God changed things, and he still can. Mert a múlt héten is láttuk, hogy Isten hogy gyógyította meg Dorkást. Úgyhogy láttuk, hogy Isten meg tud változtatni dolgokat, és mind a mai napig képes is rá. God is working in all things. És Isten mindenekben munkálkodik. God works all things together, even this pandemic, for the good of those that love him and are called according to his purpose. Mindent azoknak a javára munkál össze, akik az ő végzése szerint hivatalosak, akik szeretik. What do we also know? Mit tudunk még? God is on the throne. Hogy Isten ül a trónon. God is not freaking out. Ő nem akad ki. These are the things you need to focus on, the things that don't change. God loves you, God cares for you, God's working things out, God is on the throne. Tehát ezekre a megváltoztathatatlan igazságokra kell, hogy alapozzál, hogy Isten tudja, látja, munkálkodik rajta mindent a jóra, és ül a trónon. And the fifth thing you need to remember is that whatever you go through in life, including this, God will go with you. Aztán az ötödik, hogy bármin mész át az életedben, beleértve ezt is, ami most keresztül mész, Isten veled megy abban. Jesus said, I will be with you, even till the end of the age, right? Mert Jézus azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetén. You know, we're encouraged to practice social distancing. That does not apply to Jesus. Mi arra vagyunk bátorítva, hogy ezeket a kapcsolatainkat úgy korlátozzuk, de ez nem vonatkozik Jézusra. Jesus isn't up in heaven and saying, social distancing, staying away from the earth. Mert Jézus nem mondja azt a mennyben, hogy most ilyen távolságot kell tartani, úgyhogy nem kapcsolódom a földhöz. He said, I will never leave you. Hanem azt mondja, hogy én soha el nem hagylak benneteket. He gave us the Holy Spirit to be with us, to comfort us, to guide us in these hard times. Nekünk adta a Szent Lelket, hogy velünk legyen, hogy megtartson, felhatalmazza bennünket és megvigasztaljon ebben a nehéz időszakban. In the Old Testament, God gives this wonderful promise to Isaiah. És Ézsaiáson keresztül egy nagyszerű ígéretet ad nekünk Isten. Isaiah 43, verse 2. Ézsaiás 43, második vers. When you go through deep waters, I will be with you. When you pass through the rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire, you will not be burned up. It will not consume you. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Whatever you go through, God will be with you. God is with you. Bármin mész keresztül, Isten veled van, veled megy. God is with you right now. És most is veled van. You might be at home by yourself, you might be in a dorm by yourself or with a couple people. God is with you. Lehet, hogy otthon vagy teljesen egyedül. Lehet, hogy néhány emberek körülvéve egy kollégiumban vagy. Akkor is Isten veled van. Let me just say something, because Christians are sometimes, well, they don't understand the Bible. Mert hadd mondjak valamit, hogy a keresztények is félreértik a Bibliát, félreértelmezik. Because people think, oh, Jesus said where two or three are gathered, then I'm there. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy ha kettő-hárommal összeménnek az én nevem, mert ott vagyok. So does that mean if you're alone, Jesus isn't with you? Mert akkor ez azt jelenti, hogy ha viszont csak egyedül vagy, akkor is Jézus nincs veled? No, Matthew 18, the context is church discipline, not church gathering. Mert a Máté 18, tehát ahonnan kiszedjük ezt a szöveget, annak a szövegkörnyezet az a gyülekezeti fegyelmezésnek a gondolata, és nem a gyülekezeti közösségnek Even a gondolata. Even if you're alone right now, you're not alone. Úgyhogy ha most egyedül is vagy fizikailag, nem vagy egyedül. Jesus is with you. Jézus veled van. You need to remember that. Erre kell, hogy ezt tudjad, kell, hogy emlékezni van. Maybe you need to listen a little bit less to the internet and a little bit more to God. Tehát lehet, hogy jobban ki kell, hogy nyisd a kevésbé kell, hogy kinyisd a füledet az internetre, és jobban Istenre. The next thing we need to understand that this is not the end of the story. És meg kell értsük azt is, vagy következő pontként, hogy ez nem a történet vége. Back in 2 Corinthians chapter 4. 2 Korintus 5-be vissza. 4-be. 4-be inkább.
Paul says in verse 8, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Tehát a 2 Korintus 4:8, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, eltipornak, de el nem veszünk. Verse 14, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. A 14. vers alapján, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Úr, a Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga állít veletek együtt. You know, if you go to the grocery store, you would think that this is the end of the world. Ha elmész a boltba, a zöldségeshez, akkor egyből látni fogod, hogy itt a világ vége. Because people are acting like this is the end. This is not the end. Mert az emberek úgy viselkednek, de nincs itt a világ vége. This is not the end. Ez nem az. And to live with hope and confidence in this time of coronavirus. Mert hogyha reménységben és bátorságban élsz ebben a koronavírusos időszakban, we need to change our focus. Akkor meg kell, hogy változtassuk a fókuszunkat. We have to understand that this isn't the end. No matter what happens, this isn't the end. Mert meg kell azt értsük, hogy bármi is történik, ez nem a vég. You know, even if you know, I or you contract the virus and we get sick and possibly die, it's still not the end. Mert hogyha akár én vagy te vagy, akárki meg is kapja, megfertőződik a vírussal, vagy esetleg akár meg is hal, akkor sem ez a vég. Jesus, if you believe in Jesus, he will raise you up. Hogyha hiszel Jézusban, ez nem a vég. Jézus feltámaszt téged. This is not the end of the story. This is just a very dark chapter of it. Ez nem a történet vége, ez csak egy sötét fejezet. One day all of our pain, all of our sickness, all of our sorrow, all of our suffering will be gone. Egy napon minden betegségünk, szenvedésünk, minden félelmünk el fog tűnni. But that day is not today. De az nem ma van. But to get us through this hard time, we need to focus on eternity, knowing that this is not the end. Keresztül menjünk a nehéz időszakon, ahhoz koncentrálnunk kell arra, aki végigvisz bennünket. Now let me tell you a little secret. Hogy mondjak egy kis titkot. I've read the end of the story. Én olvastam a sztori végét. I know what happens. És tudom, mi történik. You know what happens in Revelation 21? Tudjátok, mi történik a Jánosok 21-ben? What we are looking forward to? Ami már nagyon várunk. John says that there's a day coming when God will wipe away every tear from every eye and death will be no more. Mert ugye jön majd egy nap, ahol eltűnik a halál, nem lesz többé szomorúság, és minden könnyet letörül az Úr. This is not the end of the story. The end is still ahead of us. Mert tehát ez még nem a vég, a vég az még arrébb van. And in the days and weeks and months ahead. A következő hetekben, hónapokban, ami előttünk van. In the uncertainty of what lies ahead. Az élet bizonytalanságban, ami előttünk van. I want you to remember, we don't know what the future holds, but we sure do know who holds the future. Ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de tudjuk, hogy ki hordozza a jövőt. The last thing. You know, we talk about loving God and loving others, being a great commandment church. Utolsóként, ugye beszéltünk arról, mi legyünk a nagy parancsolat gyülekezete, ha szeretni Istent és szeretni and egymást. And yes, now we're loving others by social distancing. És most éppen úgy szeretjük egymást, hogy távolságot tartunk. But I believe that God also wants to use us to love other people in the midst of this crisis. He wants to use us to help others. De hiszem azt, hogy Isten akar bennünket használni, hogy segítsünk másokon. See, God doesn't just want to take you through the crisis to protect you in the crisis. He wants to use you in the crisis. Úgyhogy nem csak végig szeretne téged vinni a krízisen, hanem használni akar téged a krízisben. We need to look at this as an open door, as an opportunity. Tehát úgy kell tekintenünk erre, mint egy nyitott ajtóra, egy lehetőségre. This is a huge opportunity to serve people, to help people. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy szolgáljunk másokat, segítsünk másokat. You know, maybe there are friends, neighbors, relatives who are in a high risk demographic. Mert lehetséges, hogy vannak olyan barátaid, szomszédaid, rokonaid, akik éppen a nagyobb kockázati korosztályba tartoznak. You know, we need to ask, how can we help them? How can we go and serve them? Úgyhogy meg kell kérdezzük azt, hogy hogyan segíthetünk rajtuk, hogyan szolgálhatunk nekik. You know, maybe you live somewhere and there's old people around you.
lehet, hogy olyan helyen laksz, ahol idős emberek vannak körülötted. You know, and offer to go buy them groceries. Mond, ajánlt fel, hogy elmész helyettük a boltba. You know, you'll go to the pharmacy. Elmész a gyógyszertárba, és elhozod a gyógyszereiket. And then you'll leave it at their door. Or you'll leave it on their fence. Vagy a, és akkor ott hagyod az ajtónál. You know, church history tells us that during the bubonic plague. Elmondja nekünk az egyház történelem, hogy a bubópestis idején. That Christians actually moved into cities to care for the sick people. Hogy akkor éppen a keresztények mentek be a városokba, hogy törődjenek. And the Roman, Empire was converted. És a római birodalom megtért. And they said, wow, see how they love people. Mert látták, hogy mennyire szeretik ők az embereket. And it was in that environment of the bubonic plague that the church, not the government, the church invented the hospital. És ebben az időszakban, a bubópestis idején az egyház és nem a kormányzat találta fel a kórházakat. Because Jesus gave us a preaching, teaching and healing ministry. Because Jesus cares about the mind, the body and the soul of a person. Mert Jézusnak ugye egy tanító, prédikátor és gyógyító szolgálata volt, úgyhogy ő vette az elmét, a lelket, megvette a testet is, és gyógyította. So if you know somebody who's over 60 or if they're immune compromised, ask how that you can ask how you can help them. Úgyhogy ha ismersz embereket, akik 60 év fölöttiek, akiknek az immunrendszer ilyen kihívások elé van állítva, akkor kérdezz meg, hogy hogyan segíthetsz. You know, and if you're online watching us right now and you need help, let us know. És hogyha éppen online módon hallgatsz bennünket, és szükséged van segítségre, akkor írjál nekünk. Because even though the way we're doing church is temporarily changing, mert annak ellenére, hogy éppen kicsit most másként csináljuk egy ideig a gyülekezetet, we still want to serve God's people. De még mindig szeretnénk szolgálni Isten népét. Let me just give you a couple practical things. Egy-két praktikus tanács. You know, again, obviously, look out for the 60 plus and the immune compromised demographic. Tehát keresd a 60 év fölöttieket, illetve a krónikus betegséggel küzdőket. Try and in one sense avoid them, but also seek to help them. Egyfelől ugye ne kapcsolódj közvetlenül hozzájuk, de keresd, hogy hogyan segítheted őket. Don't forget about fellowship. Ne felejtsd el a közösségvállást. Yes, the wise thing for people to do is stay at home. And avoid other people. Igen, a bölcs dolog az, hogy otthon maradunk és elkerüljük az embereket. But the Bible tells us not to neglect the gathering of ourselves as Christians. De azt mondja a Biblia, hogy ne hanyagoljuk a közösséget, mint keresztények. So how what does fellowship look like in the time of crisis and pandemic? Úgyhogy a járvány időben, a krízis idején a közösség felvállása mit jelent? It means going digital. Hát átugrunk a digitális világba. Facebook, Skype, Zoom. Mindenfajta említett közösségi médián. You know, this is a really good time for us to use our social media to stay in contact with people. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy éppen a szociális médiát használjuk arra, hogy kapcsolatot teremtsünk emberekkel. And your smartphone, it actually has this function where you can call people. Meg még az okostelefonokon is van a klasszikus funkció, hogy fel lehet hívni embereket. You can call people, check in on people. Hív fel embereket, kérdezz rájuk. I saw a statistic that loneliness is as damaging to a person's health as 15 cigarettes a day. Mert olvastam egyszer egy felmérésben, hogy a magány legalább annyira káros egy ember egészségére, mintha elszippantana 15 cigarettát egy nap. You know, if you know there are people who are alone, call them, check in on them, see how they're doing. Úgyhogy, ha tudsz ilyen egyedül élő embereket, akkor azért csörencs rájuk, kérdezz be, hogy mi újság van. You know, call your grandparents or your parents. Szüleidet. Így kerest fel, vagy kérdez rájuk, nagyszülőket. Make sure everyone's okay, that's a way to show love. Szóval az a, tehát hogy legyél bizonyos afele, hogy jól vannak, így módon tudod kimutatni a szeretetet. Don't forget about fellowship. Úgyhogy ne feledkezz el a közösségről. Yeah, you know, we don't know what's going to happen in the future. És hát végülis nem tudjuk, hogy mi történik a jövőben. We don't know how this is going to change the world, the church, our lives. We simply don't know.
mi nem tudjuk, hogy hogyan fogja ez megváltoztatni az életeinket, a gyülekezetet, meg a körülöttünk lévő világot. But we do not need to give into the fear that is gripping and crippling the world. De nem kell, hogy beadjuk a derekunkat annak a félelemnek, ami így megbénítja a világot. Because we know the end of the story. Mert mi ismerjük a történet végét. We know that God is in control. És tudjuk, hogy Isten trónon ül és uralkodik. We know that this didn't catch God by surprise, and we know that God is bigger than this. Tudjuk, hogy ez Istent nem lepi meg, és hogy Isten ennél sokkal nagyobb. And we do know that God is working things all together for the good. És azt is tudjuk, hogy Isten mindent a javára munkál. So, stay safe. Úgyhogy maradjatok biztonságban. Care for each other. Törődjetek egymással. See this as an opportunity to reach out to people. Lássátok meg benne a lehetőséget, hogy más emberek felé kapcsolatot teremtsetek. For the time being, we will be live streaming the church services here every week. Úgyhogy minden héten milyen élő közvetítéssel oldjuk meg az istentiszteletet. So I would encourage you to join us online. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy kapcsolódjatok be hozzánk így online módon. You know, I'm going to ask that you not forget about sending your tithes and offerings in this time. Kérek benneteket, ne feledkezzetek el a felajánlásokról, tizedről sem. This will be a trying time for our church. Ez egy ilyen megpróbáló idő lesz ebben a szempontból. De hisszük azt, hogy Isten gondoskodik rólunk. And you can continue to give through your bank account, or we have PayPal. De ugye él a bankszámla számunk, van PayPalünk. And the most important thing is just pray. De a legfontosabb dolog az, hogy egyszerűen csak imádkozz. Pray for people. Az emberekért. Pray for our church. A gyülekezetünkért. Pray for opportunities. Lehetőségekért. Pray for our leaders. A vezetőinkért. And pray that people would come to know the Lord through this. És hogy mindezek által az emberek az Urat ismerhessék. So let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we come before you in this time of crisis. Mennyi atyán, jövünk hozzád ennek a krízisnek az idején. Knowing that this crisis has not caught you off guard. Tudván azt, hogy téged nem ért rossz pillanatodban, vagy váratlanul ez a krízis. We know that you are bigger than this. We know you're on the throne. Tudjuk, hogy nagyobb vagy ennél, és a trónon ülsz. Lord, I pray that you would help us to get our eyes on you. És imádkozom azért, Uram, hogy segíts nekünk, hogy rátszegezzük a tekintetünket. And that you would use us in this time to minister your love to people. És használj bennünket ebben az időben, hogy a te szeretetedben szolgáljunk másoknak. Fill our hearts, Lord, with faith. És töltsd be, kérlek, a szíveinket hittel. We love you and thank you. Szeretünk téged, és köszönjük neked. Amen. Amen. To show me light, lifted from darkness into light. Oh, oh, oh. King for us slain, trading your righteousness for shame. Compare.
Legyen nagyszerű hetetek, és éljetek biztonságban. Istenem.